Az idén Hollandia a vásár partnerországa, és ezért Ivica Dačić megnyitó beszédében a két ország mezőgazdasági együttműködésére helyezte a hangsúlyt. Szólt arról is, hogy árvízvédelmi és öntözési projektumokkal segíthetnék Szerbiát a holland szakemberek. A katasztrofális árvizek mérhetetlen kárt okoztak a félország mezőgazdaságában. Ezért nagyon fontos, hogy tervgazdálkodásra épülő mezőgazdaságot hozzunk létre, amelyhez hosszú távú agrárstratégia szükséges. A vásári körsétája utáni sajtótájékoztatón Dačić elmondta, hogy a szerb kormány még csak ezután fogja kidolgozni, hogy miként szanálja a károkat, és miként segíthet a földműveseknek az árvíz sújtotta területeken. Mindehhez jól jön Hollandia segítsége. Az éjjel a holland kormány 500 ezer eurónyi segélyt hagyott jóvá a szerbiai árvízkárosultak megsegítésére. A mezőgazdasági vásárra a helyzetre való tekintettel Szerbiának csak azon részéről vezették fel a haszonállatokat, ahol nem volt árvíz. A tehénistálók foghíjassága ezt igen jól szemlélteti. Ezzel szemben a mezőgépek kiállítása igen csak változatos. A kisebb traktor kategóriákban várhatóan a 105 lóerős török Armagtrakt iránt lesz érdeklődés, amelyet 1000 euróval olcsóbban árulnak, mint a többi hasonló erőgépet. Gyakorlatilag minden évben most is próbálunk bemutatni egy-két új gépcsaládot. Többek között a McHale magas nyomású préseket, körbálázókat hoztuk az idén. Ezen kívül a Mazotti cégtől önjáró permetezőt mutatunk be, illetve a Farazin cégtől a telehendereket és a mixport kocsikat. Minden évben a kiállítás arról szól, hogy az elvárásoknak megfelelően kiállítási kedvezményeket nyújtunk. Ez milyen 5-8%-ig próbálunk kedveskedni velőknek. A vásár idején számos szaktanácskozásra is sor kerül majd. Ezt a sorozatot az európai mezőgazdaságban tapasztalható irányzatokról megszervezett holland-szerb panelvita nyitotta meg.